Áldás békesség, szeretettel köszöntelek. Ma János Evangélium a harmadik részét olvassuk, a 22. verstől a rész végéig. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnónban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél. Íme az keresztel, és mindenki ő hozzámegy. János így válaszolt. Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Az év utolsó napján Sokan keresnek örömforrást, hogy valami jóval zárják le ezt a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető 2023-as esztendőt. Biztosan te is végig gondolod, hogy milyen volt számodra az elmúlt 365 nap. Remélem fogsz találni szép emlékeket. De biztos vagyok abban is, hogy olyan dolgokat is megéltél, amikre nem lesz jó visszagondolni. Nem fogok most tippeket mondani, mert becsületesnek tartalak, és hiszem lesz pár percnyi időd, hogy visszatekints. Keresztelő János szavai, bár nagyon komoly súlyjal bírnak, megszólaltatják az öröm hangját is. Nem volt könnyű helyzetben, mert az őt követők társasága elkezd átpártolni Jézus mellé. Ezt akár kudarcnak is tarthatná, de nem így tesz. Örömnek tartja azt, hogy Krisztus után vágynak az emberek, mert igazából az ő élete éppen ebben érte el a célját. Nem magához akart hívogatni, hanem Krisztusra akart mutatni. És úgy tűnik, hogy jól sikerült a feladat. Testvérem, vajon látod-e azokat az eredményeket, amik a hűséggel végzett munkád nyomán fakadtak fel. Tudsz-e örülni annak, amit elvégeztél, vagy csak búfelejtővel fogsz örömöt találni ma este? Légy szabad ma este az esztendő utolsó estéjén arra, hogy örülj, de kérj igazi örömet. Ne olyat, ami holnapra ürömmé változik, hanem valami olyat, amiben teljessé lehet a tested és a lelked öröme is. Urunk, őrizd meg minket a hamis örömforrásoktól, nehogy megkeseredjünk. Hálát adunk az elmúló esztendő áldásaiért, és kezedből várjuk a következőt annak minden kihívásával együtt, hogy a tőled kapott erőt naponként megtapasztalhassuk. Amen.